bocs, de másik helyre költöztünk. Nagyon úgy tűnt, hogy a macskának nincs több ötlete. És akkor jött a váratlan fordulat. Tudod mit, legény? Neked jó szakemberre van szükséged. Tudod, én farkas vagyok. Benne van a munkaköri leírásomban, hogy házakat döntök le. A lényeg az, hogy ami nem megy, ott bevetjük a furfangot. Látod? Az összes jó ötletemet leírtam ebbe a kis kézikönyvbe. De tudod, az életben semmi sincs ingyen. Ezt köztudott? Rendben van. Akkor álljunk neki. Az a kis egér ott. Veled csúfolódik macska. Tudod, mi a dolgod? Indulhat az áke. Semmi gond, macska. Jöjjön akkor a B-terv. Ezt itt a történelemből vettem. Ezt a trójai sajtot fából készítettem. Te maradj csöndben odabenn, és amikor elkezdik enni a sajtot, kiugrasz belőle, és elkapod őket. Érted? Nézzétek csak, valaki hozott nekünk egy nagy sajtot. Halló, félcint! Vegyétek át a csomagot az ajtónál! Hallod, óriásod, légy oly kedves, vedd át a csomagot. Megyek is, Miki! Ezek szerint a macska nem marad itt a desszertig. Figyelj, következik most a C-terv. Ezúttal pedig tutira elkapod őket. Ne felejts el kiugrani, amikor átértél a várfalon. Sok sikert! Most figyelj és ugorj! Nézzétek, ott repül a macska! Bele a kéménybe! Lassan a testtel! Nehogy elhullasd bánatodban a bajuszodat! Itt van a legjobb ötlet! Kihagyjuk az ABC többi betűjét, és egyenesen a Z-tervhez ugrunk! És ne aggódj, ezt a trükköt már egy másik mesében is használtam. Remek, jól festesz. Legyen a neved mondjuk Piros Kaputnis kislány, vagy valami ilyesmi. Most pedig fogd a kosárkádat, benne minden jóval. De amikor kinyitják a kosaradat, akkor jön a nagy meglepetés. Tessék, menj a házhoz és add oda nekik ajándékba. Na, igyekezz már. Sok sikert, te macska. Na hát, nézzétek, ki van itt! A kislány, aki minden ajtón becsönget és kekszet árul. Dehogy is, ez nem az a kislány. Piros kapucnia van. Ja, ő az a kislány, aki sok finomságot visz a kosárkájában a nagymamának. De hát nekünk nincs nagymamánk. Az nem számít. Elfogadjuk tőled a finomságokat, jó? A csodába. Elég rosszul nézel ki. Ennyi, macska. Úgy látszik, hogy ilyen okos egerekkel szemben csak a legfurfangosabb csomag bír el.